Na, sziasztok srácok! Itt vagyok ismételten egy újabb videóban, és a mai videóban arról lesz, hogy bizony bekötött szemmel fogok lelágasítani. Itt ez a sál, ezzel fogom bekötni a szememet. Akinek ismerős ez a sál, ez azért van, mivel ilyen videókat legalább másfél éve készítek. Nagyon-nagyon régóta csinálok bekötött szemes videókat, utóbbi időben azért nem nagyon csináltam ilyen videót, mivel nagyon-nagyon sok volt a magyar YouTube-on, és ha már én is csinálnék, annak ellenére, hogy már régen is csináltam, fixen megkapnám 5 milliárd embertől, hogy copy, igaz, 5 milliárd ember nem is néz a csatornámat, de nagyon-nagyon sokan írják azt, hogy copy, pedig értelemszerűen nem azt hisz, sok-sok éve csinálok már ilyen videókat, de mégis az emberek valamiért ezt így élik meg, hogyha valaki csinál olyat, amit más is csinál, annak ellenére lehet, hogy meg hamarabb csinálta, mint a másik ember. Szóval most elmondom a videó elején, hogy nem kopizom senkiről, nem tudom, hogy mikor csinált ilyen videót bármelyik másik youtuber, nem nagyon nézem a többi Brawl Stars-os youtubert, így nem tudom, hogy valamelyikük csinálta közeljövőben vagy közelmúltban ilyen videót. Szóval azt tudom, hogy én régóta csinálok ilyeneket, és most megint kedvem jött egy ilyen videóhoz, szóval csinálok egyet. Ezt így előre leszögezném, mert tudom, hogy meg fogom kapni komment, vagy copy, vagy pedig ha nem kapom meg, akkor szerencsém van. Na de akkor vágjunk is bele a videó fő témájába, ami ugye nem más, mint hogy ki fogjuk nyitni ezeket a ládákat. Most, hogy letisztáztuk azt, hogy ez remélhetőleg nem kopizom senkiről, meg kellek arra, hogy támogass egy lájkkal, illetve egy feliratkozással, hiszen neked csak két gomnyomás, nekem meg mindennel többen jár, és nagyon-nagyon szépen közeledünk a 60 ezer feliratkozóhoz, szóval tényleg pörgessük meg srácok, és legyen meg a 60 ezer feliratkozó, illetve bekövetsz Instagramon, puzonon, megköszönöm, és nagyon hálás vagyok érte, a link a leírásba, szóval kövess be Instagramon. De akkor én azt mondom, hogy vágjunk is bele a videó fő témájába, és kezdjük is el a ládákat kinyitni. Nézzük meg, hogy tudunk-e esetleg valami finomságot nyitni valamelyik ládából. Annyira sok ládánk nincsen sajnos, hisz még nagyon-nagyon season eleje van, de legalább a season első leállítását adjuk meg a módját, csináljuk csukott szemmel, azaz bekötött szemmel. Ilyenkor kifejezetten nehéz kommentálnom ugye a ládanyitást, mivel nem látom azt, hogy mi van benne, szóval hogyha majd beszélgetünk valamiről, nem is tudom. Meglátjuk, hogy mi lesz majd a téma. Most ezt gyorsan megpróbálom felkötni. Hát nem magamat értelemszerűen, mert magamat nem szeretném felkötni. Most én nem tudom, hogy mit látok, mert azt tudom, hogy én semmit jelen pillanatban. Hát, újfajta koronavírus maszk, azt kell, hogy mondjam. Szerintem elég menő. Ide helyezzük az egeremet, és innentől kezdve már csak kattintgatunk, és reménykedünk a csodába, nyitunk valamit. Szóval, good luck, have fun, nézzük a ládákat. Nyílik is az első láda. Számomra nem kéne tenni, hogy legalább a hangomat halljátok. Hát nem tudom, hogy nyitottunk-e belőle valamit, de hát új karakter hangot értelemszerűen nem hallottam. Most vagyunk jelenleg talán a második ládánál. De hát én ebben őszintén szóval teljes mértékben nem vagyok biztos, mert abszolút azt sem tudom, hogy... Most nyomkorom, de nem történik. Régen magától arrébb ment, most viszont egeret mindig arrébb kell majd húzni, oké. Akkor most vagyunk a második ládánál. Igen, és most... Most megvan a gem. Megvan a kövi láda, jó. Nyomkodom, aztán remélhetőleg nyitom is közben a ládákat. Közben megkérdezem azt, hogy milyen időjárás van jelenleg, mert gőzöm nincs, mert be van kötve a szemem. Kinek volt már milyen nap, hogy írjátok meg kommentben, hogy nálatok esett az eső, sütött a nap, milyen volt az időjárás? Nálatok nálunk elég hideg volt amúgy. Nincs túl jó idő jelenleg. Azt sem tudom, hogy a mikrofonhoz túl közel, túl távol beszélek, hisz ötletem nincs, hogy egyáltalán milyen távol vagyok a mikrofontól, hisz jelenleg tényleg nem csinálok semmi más, mint itt ülök, és nyomkodom az egeret, és próbálok eltalálni egy ládát, ami aztán kérdés, hogy sikerül-e vagy pedig sem, mert hát azt sem tudom, hogy hol a láda. Igaziból tényleg csak kattintgatok, most egyelőre úgy hallom, hogy talán magától adódik az egér, ahova kell, és nem is kell mozgatni, így tudok tényleg úgy nyitni ládát, hogy abszolút nem látok semmit, ami egy tök jó dolog. Viszont picit irritálja az arcomat ez a maszk, sajnálatos módon, mivel eléggé beteg vagyok, és emiatt az orrom alatt így kipörösödött a bőr, és most érzékeny erre a sára, szóval nem bánnám, hogy elfogyna a láda, és levehetném. És ez meg is történt. Na! Ennek örülök. Abszolút nem tudom, hogy nyitottunk-e valamit. Abszolút nem tudom. 34. Nem nyitottunk semmit. Kár érte. Nem nyitottunk semmit. No way. No way. De amit megtehetek, azt megtehetek, és el is ugrunk egy mérkőzésre. Hát nem tudom, mit nyitottam, majd visszanézem, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon milyen ládákat tudtam nyitni. Hát mindenhogy látjuk, túl értékes dolgot nem tudtam sajnálatos módon szerezni ebből a ládákból. Nagy szerencsét nem hozott a bekötött szemes nyitás, de... Elég megpróbált. Hú, az a Piper szépet lő, nem tudom, hogy benyomta a gadgetet, és amiatt volt ilyen kanyarintós, vagy pedig csak pont eltalált. Igazából nem volt olyan nehéz eltalálni, egyenesen futottam előre.
De azért sokszor autót akolnak ilyenkor az emberek, főleg ilyen kevés kupán. Azért összességében gratulálok neki, hogy el tudod találni. Á, én viszont nem tudom... Ja, nem volt fent a lövésem. Oké, ha sajnos el fog menekülni. Nekem az ultit minél gyorsabban fel kéne szednem, mert ez tényleg egy olyan karakter, hogy az ulti több mint fontos. Első ütésemet misszeltem, viszont most legalább megvan már a kettes szintű ulti, ami egy fokkal jobb, mint ami eddig volt. Ez ott kapott ő egy elég szépen, hogy még egyszer. Ezt jobb, ha én azt gondolom kinyitom, mert életveszélyben vagyok, hogyha csak egy irányba tudok menekülni. Na sajnos felregganálás, a Jesse, hát szintén sajnálatos módon engem lő. Méghozzá nem is rosszul. Egy szép dodge után egy tizedik helyet sikerült mennem. Hát nem egészen úgy alakult ez a mérkőzés, mint ahogy szerettem volna. Azt hittem, hogy már az emberek kicsit többen meghaltak, és kicsit mertem agresszívan játszani. Fölösleges sem, bár ezzel a karakterrel igen agresszívan kell játszani, mivel fontos, hogy az ultid meglegyen minél hamarabb és minél erősebb legyen az endgame-re, és ne akkor kelljen már kifejleszteni magad, mert az ulti animáció ugye egy kis időbe terik, és addig bizony meg tudnak téged ölni már endgame-be, szóval jobb az, hogyha endgame-re már csak az ultid tényleg akkor kell használni, hogy egy bull jön közel, vagy pedig egy Piper lövést át kell ugrani, és nem pedig azért kell használni az ultit, hogy fejlesz magad, ezért... Na ez tényleg szomorú. Ezt itt nem tudom, hogy hallottátok-e, de így nyomkodtam a gombot, hogy ki is hoztam olyan beállítást, amit életemben eddig még soha. 3,4 GHz-en van a processzorom. Ilyet tudtam csinálni. A GPU 40%-on van, a VRAM 20%-a van elhasználva. Blue Starsnak ilyen nagy a gép igénye. 20-60 van a gépemben, és el van használva a 20%-a. A videókártyám, hogy mennyit mondtam? 20%-ot mondtam, annyi van elhasználva. Nem tudom, hogy hoztam elő, de valahogy előhoztam a processzorbeltesket. Na, elég rosszul indítunk sajnos ezzel a karakterrel. Sosem volt a legerősebb karaktereim között. Sőt, inkább a gyenge karaktereim között van egyértelmű módon. Amit itt csináltam, hogy autót akkal lőttem a kedves kínai komára. Abszolút rossz döntés volt. Majd az elprimót sem tudom eltalálni. Majd harmadjára valahogy véletlenül eltalálom. De közben... Meg az 8-bit rám jön. Meg ott van a Brock is, abszolút a pozíciónk nem jó. Nagyon-nagyon nem jó. Megvan, hogy életemet feltöltem, most legalább már gyorsabb vagyok valamivel, mint ahogy eddig. Oké, meg is van végre egy gyilkosság. Hát három meccsből, az első meccs, ahol tudok végre ölni legalább egyetlen egy embert. Top 5 a szituáció jelen pillanatban. Jó, átugrottam. Hát a gyilkosság nem az enyém lett a végére, viszont ez így abszolút nem tűnik túl előnyösnek, de legalább egy pluszkupás mérkőzés lett, így már ennek is örülök, hogy nem lettünk utolsók, srácok. Nézzük a jó oldalát a dolgoknak, nem mert mindig minden tökéletesen. Na, az utolsó mérkőzésünkön most hát tényleg remélhetőleg összejön ez a győzelem, hisz olyan kevés kupán vagyunk, és mégsem jönnek a győzelmek, ami egy picit így elszomorít, bár nem is kaptunk eddig túl szerencsés spont, hisz egyből olyan helyeket kaptunk, ahol harcra kell kezdeni. Nem lehet nyugisan Power Cube-ot lootolgatni, amit hát nem igazán szeretek. De azokat a pályákat szeretem, ahol eleinte lehet nyugisan lootolgatni a Power Cube-ot, de viszont egyelőre jól indultunk. Tehát top 6, illetve elhoztam egy gyilkosságot is, és talán egy 3 Power Cube-os kezdést, illetve egy 2-es szintű ultit tudhatok magamnak, ami eddig talán a legjobb kezdés. Most én ide be fogok jönni, és megpróbálom... Igazából a Rózát lett volna jó megöletni. És szerencsére sikerül is, és sőt... Most először megvan a 3-as szintű ulti is, ami abszolút nem hangzik rosszul, top 2 a szituáció. Ha jól emlékszik, egy Mr. P ellen kell harcolnom, hát Power Cube fölényben vagyok, igaz, nem nagyban. Tupán egy Power Cube a fölényem, egészen eddig a pillanatig, amíg most itt meg nem találtam még 3 Power Cube-ot, így jelentősen nőtt az előnyöm. De a sebzésem sajnos első körre kevés volt, hisz ő kapott egy heal mezőt, ami megmentette az életét. Ez az ulti abszolút nagyon bosszantó a részéről, tehát annak kellene valahogy először is eltűnnie, csak hát nem lesz könnyű azt eltüntetni sajnálatos módon, mert ugye mindig folyam... Most én kapok egy hírmedőt, ami picit az én életet megkönnyíti. Az a terv, hogy kiszedem ezt, és utána, most hogy kiszedtem, megyek a turretjére. Még egyszer bepikkelek, és nem jó, mert megint pont jött a robot is, hogy mindig nem tudtam elpusztítani. Viszont megvan a maxos szint, és ezzel egy lövésben lényegében a végén le van satolom az ellenfélt, és csak ott lett a győzelem. Nem jött könnyen, de jött a győzelem. Viszont ez a mai videó ennyi lett volna, remélem élveztétek. Ha igen, jelentétek egy lájka vagy egy feliratkozással. Én Nándorjá voltam, köszönöm a figyelmeteket. Holnap találkozunk egy újabb videóval, illetve ma még egy livestream-mel, ami
lehetséges, hogy Minecraft Live lesz. Nem biztos, de lehet. Lehet, hogy Minecraft Live lesz. Lehetséges. De még egyszer köszönöm, hogy eljutottál ide a videóba. Ha igen, akkor írj le egy hashtag Minecraft, ha végignézted a videót, mert akkor tudom, hogy kik olyan menők, hogy végignézték. Én Nándorrel voltam, még egyszer. Na, sziasztok, pápá!